Igen, a saját vállalkozás gondolata sokak számára kecsegtető. Könnyedén és talán kicsit meggondolatlanul fut ki a szánkon, hogy mennyire jó annak, akinek nincs főnöke és saját magának dolgozik. No igen, de hogyan értelmeződik át ez a kijelentés, ha beüt a ménkű és egy világválság kellős közepén találja magát az adott kisvállalkozó? Mit hoztak a korlátozások, a megszorítások a kisvállalkozások életébe? Hogyan látja a jelenlegi helyzetet egy szakember? Erről fogunk beszélgetni mai vendégeinkkel, a Barbaras Cakes tulajdonosával, Simó Barbarával, valamint dr. Bakos Levente egyetemi oktatóval, gazdasági szakértővel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük a meghívást. Mi is köszöntünk téged, csak az Erdély Televízió nézőit. Elsőként hozzád fordulok, Barbara, kérlek pár szóban mutasd be a vállalkozásodat, és akkor egyúttal már reflektálhatsz arra is, hogy hogyan érintette a ti vállalkozásotokat a márciustól kezdődő időszak. Igen, bemutattad a Simó Barbara, most már Tankó Barbara, bocsi. A Barbaras Cakes-nek vagyok a tulajdonosa, egy kis vállalkozás a miénk, egy cukrászműhely vagyunk, akik prémium alapanyagból próbálunk prémium kategóriás süteményeket készíteni, csak rendelésre, tehát egyelőre csak cukrászműhelyünk van, nincsen még cukrászdánk, de tervben van ez is. Nagyon nehéz volt nyilván, mint mindenki másnak, ugye a jelenlegi helyzetre még nem volt precedens, szóval váratlanul ért mindenkit, szerintem minden vállalkozót. Mindent megpróbáltunk mi is, hogy bevessük, legfőképpen az alkalmazottainkra voltunk, figyeltünk legfőképpen azért, hogy ne veszítsük el őket. Volt időszak, amikor mi is el kellett küldjük őket erre a bizonyos egy másfél hónapos nagyon nehéz időszakra, viszont megpróbálkoztunk mindennel. Tehát minden olyan újjal, amit eddig nem is gondoltunk rá. Mi január-februárban nekünk egy nagyon jó menedzsment, tehát egy nagyon jó kép állt össze a 2020-as évről, és rengeteg tervünk volt, többek közt az, hogy ősszel egy cukrászát nyitunk. Hát az egy kicsit, nem mondom, hogy elvetettük az ötletet, de húzódik, tehát tolódik a terv. Nehéz volt, és még nehéz most is. Egyre több esemény lett most már olyan augusztus-szeptember óta, tehát ilyen kisebb rendezvények. Nyilván nem olyan, amilyen volt, tehát semmiképpen nem számítunk, és a következő egy évben sem, tehát ezért van az, hogy igyekszünk meggondolni, és új lehetőségeket kitalálni. Tehát nagyon következetesen, nagyon előrelátóan kell tervezni szinte jóslás módjára, bár nem tudom, hogy mennyire lehet megjósolni, hiszen napról napra változnak körülöttünk a dolgok. Levente, mit gondolsz arról, hogy ebben a rendkívüli helyzetben, a világválságban csak a világ járvány közepette, csak az erős vállalkozások tudnak megmaradni, és a gyengébben felépített cégek lemorzsolódnak, ezzel is majd erősítve a járvány utáni vállalkozói piacot? A válasz nem egyértelmű, vagy legalábbis nem ennyire egyszerű, bár a megfogalmazásban a jól felépített vállalkozások szó, vagy szóüzetettel hangzott el, és az talán igaz. Ugyanis kisvállalat kis gond, nagyvállalat nagy gond. A kisvállalatok rendszerint sokkal könnyebben tudnak alkalmazkodni egy ilyen előre nem látható helyzettől erre, hiszen néhány embernek kell átszervezni a munkáját, néhány eszközt kell adott esetben más célra fordítani, és talán könnyen megtalálni a reménytelen helyzetben is egy kis reménysugarat, és ezáltal tulajdonképpen egy új tevékenységet kezdeni. Nyilván ezek mind egyéni tragédiák, úgy a munkavállalók számára, mind a cégvezetők számára, hiszen ez gyakran elbocsátásokkal, gyakran az álmaink feladásával, és valami teljesen olyasmivel kell foglalkozni, amit nem is gondoltunk korábban. A nagyvállalatok esetében egy kicsit más a helyzet, ott persze ott is lehetnek nagyszámú leépítések, a nemzetgazdaság szempontjából ezek is nagyon fontosak, ellenben ezek nem nagyon tudnak alkalmazkodni az új helyzethez, és ha gondolkozunk akár egy szállítási vállalatra, pont tegnap beszélgettem egy szállítási vállalkozóval, akinek valakinek van egy kis 5-6 személyes, akár taxizásra foglalkozik, akkor ezekben a napokban akár, vagy hetekben akár az üzemanyag áráért életben tudja tartani
a vállalkozását, de egy olyan valaki, akinek több száz autós flottája van, és jelenleg senki nem akar utazni sehova, mert nem tud, nem lehet, annak százszor akkora gondja van, mint mondjuk egy kis vállalatnak. Tehát a vállalat mérete nem feltétlenül mérvadó, és ilyenkor több száz ember kerül a munkanélküli állapotba. Az igaz, hogy van miből jobb többet, van miből gazdálkodni. Egy kis vállalatnál nem nagyon van annyi tartalék, mint egy nagy vállalatnál. Tehát a válasz nem egyértelmű. Tény, hogy vannak dolgok, amiben a nagyvállalatok vannak előnyben az ilyen helyzetben, illetve a kisvállalatok is lehetnek életképesek ilyen körülmények között. Kicsit arról beszéljünk, hogy milyen segítséget kínált fel a kormány így az elmúlt időszakokban a kisvállalkozók számára, és akkor majd te következel, Barbara, hogy ti mivel éltetek. Ja, akkor hát az a helyzet, hogy én stratégiaváltást látok a kormánynak. Nyilván, hogy egyrészt nem csak a saját kormányunknak a brilliáns gondolataira épülnek a dolgok, mert időnként eléggé bizalmatlanak vagyunk a kormánnyal szemben, hiszen világszinten próbálnak megoldásokat találni. A kezdeti megoldás az volt, hogy a speciális addig nem létező munkanélküli segélyben részesítette a vállalkozókat, ha amennyiben az alkalmazottakat elküldik. A mostani stratégia legnagyobb segítség az, hogy mindent elkövetnek, hogy ne kelljen bezárni ezeket a vállalatokat, tehát vendéglőket is csak bizonyos korlátok közé szorítják, tehát rádöbbentek arra, hogy annak semmi értelme, hogy az államkincstárat kiürítsük, és tulajdonképpen a pénz nem termelődik, inkább így csepegve érkezzen valamilyen szintű adó, meg, amiből aztán adott esetben a nehezebb időket, ami vélhetőleg jönni fog, várható, azokba legyen még alapunk. Tehát most úgy látom, hogy ez a stratégia, hogy bármennyire kockáztatva akár a lakosság biztonságát, bár folyamatosan felhívva a figyelmet a veszélyekre, próbálják a gazdaságot életben tartani. Az, hogy mi várható, az akár pár órán, pár napon belül is eltérhet, hiszen elképzelhető, minden felül majd a járvány. Hogyan éltétek meg ti? És ezekből, tehát ezekből, amiket akár említett Levente, a kormány által segítséget használtatok valamit? Elküldtétek az alkalmazottakat? Volt helyzet a márciusban, március-áprilisban, igen, két alkalmazottunkat, viszont szerettük volna, hogyha ők is, tehát megtartani őket, úgymond visszafogadni és segíteni azzal, hogy igenis lesz még munkájuk és lesz munkahelyük, mert egy elég ügyes csapat vagyunk. Nagyon sokat gondolkodtunk, és arra törekedtünk, hogy ne menjen a minőség rovására. Ugye mi van egy kategória, amit képviselünk, és nem szerettük volna, hogy ez semmiféleképpen a minőség rovására menjen. Sok más alternatívát kipróbáltunk, kenyereket kezdtünk el sütni, francia bagetteket készítettünk. Azelőtt voltam januárban egy kurzuson, úgyhogy jó is volt, ez egy ilyen tapasztalat szerzés volt, úgymond nekem ez az időszak, mert nagyon sokat próbálkoztunk új croissantokkal, tehát készültünk úgymond arra, amit majd szeretnénk a közeljövőben a cukrászdánkban előállítani és majd árusítani. Rengeteg kliensünk megmaradt, tehát nagyon sokat köszönhetünk a régi klienseinknek, mert mellettünk voltak, támogattak, ajándékdobozokat készítettünk, amiket szállítottunk, tehát kiszállítottunk, házhoz szállítottunk. Nagyon kedves kolléganőm volt, aki szinte nem is azon a részen, de nagyon sokat besegített abban, hogy kiszállította a vendégeinknek ezeket a süteményeket. Jött ugye a húsvét, nem mertek bejönni, nem ismertük fogadni, viszont nem álltunk meg, tehát ugyanúgy csináltuk, mindenféle óvintézkedést betartva, de megcsináltuk azt. Tehát is. Tehát nagy kreativitás szükséges, hatalmas, hogy ezeket az alternatív megoldásokat, ABCD verziókat kitalálni, és mindig újítani, még mindezek ellenére is. Fel lehet egyáltalán készülni, igen? Felkészülni, de kihasználni, igen. Ne felejtsük el, hogy minden krízishelyzet, minden válság egyben a lehetőség is. Egy kialakult, váratlan helyzet mindig átrendez dolgokat. A háborúk, vagy a legnagyobb járványok is néhány embernek a meggazdagodását, fellendülését eredményezi, ha megfelelően tud alkalmazkodni az új helyzethez. Tehát nyilván, hogy legtöbben veszítenek ilyenkor, hiszen ezek olyan történelmi időszakok, amikor a nemzetgazdaságok legyengülnek, amikor az állam
megszokott rendje felborul, ellenben azt mondom, hogy nézzük meg a lehetőségeket, és bár felkészülni nem lehet rá ezekre, bár most már az igazi krízishelyzeten túl vagyunk, most már tudjuk, hogy mi várható. Semmi jó nem várható a következő hetekben, hónapokban, tehát valamilyen módon lehet tervezni. Lehet tervezni arra, nincs miért arra fogadni, hogy látványosan valami jobbra fordul, hanem tehát éppen ezért például valaki ma is működteti a vállalkozását, nagyon veszteséges körülmények között, akkor ne folytassa. Kell húzni a vonalat, és elkönyvelni ezt a veszteséget, mert nem valószínű a radikális változás a következő hónapokban, hetekben, hanem inkább az új lehetőségeket kell meglovagolni. Hogyha pár fogódzót tudnál mondani a kisvállalkozóknak, hogy mit csináljanak, kihez forduljanak, akár kommunikáció, marketing, online felületbe kezdjenek inkább fektetni, mit tudsz mondani? Hát kétségtelenül az online, az most az egy sláger és egy olyan terület. Jobban odafigyelni a vevő igényekre, hiszen ezzel a korlátozott mozgással egy csomó olyan szükséglet, tehát kell kielégíteni, eddig nem volt. Az emberek nem tudnak mozogni, nem tudnak hozzájutni olyan dolgokhoz, ami egyébként igényük volt. Legyen ez kultúra, legyen ez élelmiszer, valamilyen tanulás, vagy bármilyen, ma már minden átment online-ba. Ezek hordozza magukban lehetőségeket. Nyilván nem feltétlenül mindenkinek adott az online terület, de azok is meg tudnak lovagolni, a szolgáltatások piaca, az radikálisan most átalakul. Nagyon sok olyan új szolgáltatásra lehet szükség, ami korábban nem létezett. Egyrészt a megnövekedett webes forgalom, tehát eleve olyan szakmákra lesz szükség, mint tudom én, a webes felületkezelő, aki adatokkal tölti fel a dolgokat, akár a cukrászda jut eszembe hirtelenjében, hogy lehet, hogy nem volt szükség egy weboldalra, de most meg azt kell egy webáruházon állítani, és simán veri a hagyományos nagy környékbeli nagy cukrászdákat ezáltal, mert lehet nekük nincs. És egyenlő feltételekkel fog versenyezni most a legnagyobbakkal. Tehát valamilyen szinten lehetőségeket hoz, de úgy, ahogy az élővilágban van, aki alkalmazkodni túl ezekhez a helyzetekhez meg túléli, a többiek sajnos azok eltűnnek a piacról, és valami másra fognak foglalkozni. Tehát azért a fiataloké, a feltörekvő generációi ez az időszak mondhatni. Utolsó gondolatként kérlek, Barbara, azt fogalmazd meg, hogy téged tulajdonosként, vállalkozás vezetőként hogyan érintett ez a leállás és egyáltalán ez az időszak, akár lelki vonatkozásaiban? Volt olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy ez az egészet, ami nekem egy álom, amiért nagyon sokat dolgoztam, amiért nagyon sokat küzdöttem, és én egy székely lányként felkerültem Marosvásárhelyre, és meg tudtam alapítani ezt a céget, semmi ismerettség nélkül. Valóban volt egy olyan időszak, amikor azt hittem, hogy ennek vége is be kell zárjunk, és ez az álmom az vége. Nagyon sokat segített a férjem, aki folyamatosan támogatott mindenben, úgy anyagilag, mint lelkileg, úgyhogy együtt sikerült ezt szerintem átvészelni, ezt az egész helyzetet. Segítettek a kollégák, nagyon megértőek voltak, nagyon odaállók voltak. Úgyhogy segítettek a klienseink, hiszen ők is tényleg voltak alkalmak, amikor csak úgy dobozokat rendeltek, csak úgy tortákat rendeltek. És milyen fontos ez? És igenis éreztük, hogy lesz ennek még jövője, tehát nem kell megállni. Nagyon nehéz volt, szinte, tehát majdnem mondhatni, hogy otthonról kellett támogatni a céget, de megtettük, és remélem, hogy a jövőben próbálunk, kitalálunk minél több más dolgokat, ahogyan Levente is mondta, mi is megcsináltuk a weboldalunkat, most már azon vagyunk, hogy online is lehessen rendelni onnan, és akkor kiszállítunk. Megalakult ez a weboldal is, még nem teljes, de azon vagyunk, hogy jó legyen. Tehát akkor ezzel a beszélgetéssel akár a vásárlóknak, a fogyasztóknak is tudunk üzenni, és hát én neked kitartást kívánok. Köszönöm. És na, ezután mondja valaki azt, hogy neked könnyű, mert céged van. Mégképp nem könnyű, és fogyasszon helyi termékeket, és segítsük egymást, ez a szolidaritás, amire célzott korábban a beszélgetőtársunk, ez nagyon fontos. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltatok. És köszönöm.